Újra tárgyalják a Gripen szerződést, erősítette meg a honvédelmi miniszter egy írásbeli kérdésre adott válaszában. A Népszabadság azt írja, a tárca a csökkenő költségvetési források, és a gazdasági válság miatt kezdett egyeztetéseket a hadipari üzleteket lebonyolító svéd ügynökséggel. Alap szerint azt szeretnék elérni, hogy az éves részletek alacsonyabbak legyenek, és a fizetési kötelezettségeket ütemezzék át. A miniszter további részleteket azonban nem árult el, arra hivatkozva, hogy a Gripen szerződés minősített információkat tartalmaz. A Népszabadság úgy tudja, a tárca legalább a következő választásokig alacsonyabb leasing részletet szeretne fizetni.